A folytatásban egy igazán zöld anyag következik, hiszen stábunk segítségével a földnapi programokra kalauzoljuk Önöket. Egerben több mint 20 helyi civil szervezet várta a családokat. Ezzel párhuzamosan Almárban a középkori Pál Kolostor romjait takarították az önkéntesek. Az eseménnyel célul tűzték ki azt is, hogy felhívják a figyelmet környezetünk védelmére. Ma van a Föld napja, ugye ez egy jeles nap, április 22, de az egri civilek legalább 20 civil szervezet összefogásával már egy háromnapos ünnepet csináltak a Föld napjára, tehát ez az utolsó nap. Tehát 20-án, 21-én és 22-én voltak földnapi ünnepségek a város különböző pontjain. Egy ilyen 30-40 éves földméretű mozgalomról van szó, pont azért, hogy felhívja a figyelmet ugye a globális környezetvédelmi problémákra, klímaváltozásra, stb. Nagyon az utolsó pillanatban vagyunk, nagyon erősen kell szemlélet formálnunk, ugye 2050-ig az emberiségnek nagyon nagy változásokat kell megtenni, akár ugye az egyéni családi életünkben is, de egy egerváros szintjén is. Családoknak hirdetjük ezt a napot, ugye szombat van, reméljük, hogy nagyon sok család ki fog ide látogatni, és ezért pont olyan programok vannak, amik a gyerekeknek is jók, de a felnőtteknek, családoknak is jók. Mindenféle kézműveskedés van, de olyanok is, amiben egész családokat be tudunk fogni, tehát például rovarhotelt készíteni nem a gyerekek fognak, hanem majd reméljük, hogy az apukák meg az anyukák. De kőbaltát lehet pattintani, mindenféle ilyen újrahasznosított játékokat lehet csinálni a gyerekeknek. Van itt újrahasznosítós kukásautó is, a Városgondozás Eger Kft-nek az autója, amiben lehet jönni-menni, tehát reméljük, hogy a gyerekek nagyon fogják élvezni. Ezt a részét lehet tájfutást kipróbálni, biciklitúrák lesznek, előadások lesznek szakmai délután már, gombászat és bükki barlangok témában, tehát úgy próbáljuk az egész korosztályt, az egész felnőtt meg a gyerek egrieket megszólítani. Mellé fogjuk a követ, így. Utána szépen, nem is tudom melyik fele lesz a jobb, mindegy, szépen lehúzzuk így a kő előtt, átvesszük a nyél mögött, csak viszintesen. Kőbaltát készítettünk, érdekesnek találtam, meg hát szerintem hasznos is, legalábbis hasznos volt valamikor. Mire fogod használni? Szerintem ez csak dísz lesz, de tetszik amúgy. Mozgassad. Ez mi? Hát ez ilyen egy kézzel úgy. Mi tetszett a legjobban a mai napi programon? Hát, hogy beülhettem a tisztítóba, de még semmi más nem csináltam. Itt a helyszínen, ahol vagyunk most a Almár völgyében, a Mária Magdolna róla elnevezett székesegyháznál, illetve a monostornál gyakorlatilag 1297-ben alapította második András egri püspök. Az első építményt, 1571-ben az utolsó leírása a monostornak a működéséről, és 60-as, 70-es években több éven keresztül tárták fel a helyszínt, mégpedig Fodor László helyi régész vezetésével. Almárban vagyunk a Pálos Kolostorrom takarításánál, állagmegóvással kapcsolatos kertészkedés, ben veszünk részt több szervezettel közösen. Padokat, székeket állítottunk ki, faültetés, hogy kellemesebb legyen a természeti légkör, de az állagmegóvás fontos, hogy
hogy azok a falak, vagy a pálos kolostorumnak a falai, amelyek a föld alatt maradtak, azok ne fonják össze az ágak, a gyökerek.